Fények a sötétben. Ezzel a címmel rendezett kiállítást Kárászon Dobos Attila. A fotós néhány fényképét mutatja be a tárlaton, melyekkel nemrég egy országos versenyen szerepelt. A Big Shot 2 elnevezésű tehetségkutatót Nánási Pál és Ördög Nóra neve fémjelezte. A megmérettetés folyamán többször is kitüntette figyelmével a zsűri, végül partnerével együtt elnyerték az első helyezést. A Ferenc Janett volt a párom, és akkor mi nyertük meg a verseny közben. Voltak Big Shotokat szavaztak meg, tehát a maga az adott versenyben a legjobb fotósorozatot, abból háromszor kaptunk mi Big Shotot, és ugye a végén meg mi nyertük meg. Attila mintegy 15 évvel ezelőtt kezdett el fotózással foglalkozni, előtte az írásban próbálta ki magát. A fényképészetet végül azért választotta, mert maradandót szeretett volna alkotni és megörökíteni a pillanatot. Leginkább az emberek állnak a képek középpontjában, vagy, mint mondja, valami élő. A fotós egyébként kárászi születésű, büszke is származására, ahogyan a település polgármestere is. Nagyon büszkék vagyunk Attilára, és köszönjük, hogy nálunk állítjuk először a képeit. Mindig öröm, hogyha az ember tehetséges embereket ismeret, és főleg akkor, hogyha a kárászi, falusi, faluszülöttje, akkor még büszkébb rá az ember, úgyhogy nagyon köszönjük és gratulálunk még egyszer Dobos Attilának, hogy megnyerte ezt az országos tehetségkutató versenyt. A kiállítást a kárászi Rónai István közösségi házban láthatják az érdeklődők, legközelebb pedig Szászváron mutatja be alkotásait a fotós, ott április 22-től tekinthetők meg a fényképek.